Testvéreim, együttéző szívvel vagyunk itt elhújt Borbély Szilárd testvérünk ravatalánál. Közös imádságunkkal ajánljuk az ő lelkét Isten irgalmába, és az örök életbe vetett hittel kérjük a Szentlélek vigasztalását. Könyörögjünk! Urunk, megváltó Jézusunk, te halálra adtad magadat, hogy minden ember üdvözüljön, és átmehessen a halálból az életre. Alázatos lélekkel kérünk, tekints jóságosan gyászoló testvéreinkre, akik bizalommal esdekelnek hozzád kedves halottunkért. Töröld el, Urunk, elhunyt Szilárd testvérünk minden bűnét, hiszen te határtalanul jó vagy hozzánk, és megnyitottad az élet kapuját. Örökké való királyunk, add, hogy keresztény testvérünk a halálon aratott győzelmed erejével eljusson hozzád a világosság, a boldogság és a béke országába, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Gyászoló gyülekezet, búcsúzó mindannyian. A szörnyű hír, hiába tudtunk Borbély Szilárd depresszióiról, azért dúlt fel mindenkit, mert felkészületlenül ért. És óráknak, napoknak kellett eltelni ahhoz, miközben elszalasztott lehetőségek, mulasztások okoztak méltán lelkifurdalást, hogy be tudjuk látni ama szillogizmus igazságát, az erő tehetség nélkül nyers ostobaság, de a tehetség erő nélkül veszélyes gyengeség. Saját gyümölcsétől roskad össze. Igen, Borbély Szilárd nem mindennapi emberi kiválóságát, tehetségét és lelki terheit, megtöbbszörözött értékeit nem győzte erővel. Ezt tényként kell immár elfogadnunk, ahogy ő is korán megbékélt valami ilyesfélével, már-már előre elnézést kérve, én Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok, az egyik szemed csukd be, kérlek, és én Lábújhegyen elosonok. A homályosnak titkokkal és szenvedésekkel teljesnek látott gyerekkor után, debreceni egyetemi évei során az irodalom vált több szinten is életmentően kreatív tevékenységé számára. Verseket írt a transz-avangárd nyomán, vallásbölcseleti eszmefuttatásokat küldött a Vigiliának, komoly időtálló tudományos publikációkkal filoszként is pályát kezdett. Költségeiről, a Vanitatum Vanitas szövegvilágáról például olyan monográfiát írt, amit 100 év múlva is alapműnek fognak tekinteni. Szinte évről évre új utakat keresett a lírában. Egy idő után már a sokáig mellőzött közvetlen vallomást és a kötött formákat sem kerülve. Csokonai kutatásokban vett részt és drámákkal aratott sikert. Kritikákkal is jelen volt az irodalmi életben, s nem mindennapi tusakodásokkal önéletrajzi prózát írt, ami az év legjobb regényének minősült. Viszonylag fiatalon a mai irodalom első vonalába emelkedett. A debreceni egyetem nem csak álláshoz segítette hozzá, hanem baráti közösséghez is. Országosan is ösztöndíjak és támogatások, díjak és elismerések tömegét nyerte el. Kivételes presztízsű, sokoldalú íróként lett ismert, sőt népszerű. Mindent elért tehát, amit elérni lehetett, ha a dolgot kívülről, hogy nem mondjam, messziről, nagyon messziről nézzük. Mert mindeközben a valóságban épp úgy, mint sok-sok nagy előd, a szintén sikeres Arany, a szintén sikeres Babics és mások, ő is fájlalhatta, hogy félremagyarázzák, hogy kihasználják, hogy nem azt veszik észre benne, amit kellene.
A díjak és szuperlatívuszok ellenére, sőt azok következtében, ő is érezhette úgy, hogy olyan kiszolgáltatott, mint eladott lánya hajón, ki ráeszmél, hogy pártfogója foglár, s azért a ruha meg a durva boglár, hogy enyhítsen a brazil óhajon. Tudja, táncol majd, s gépiesen apróz, alája nyúlhat öklendező matróz, ölelkedhetik, ő már nem ölel, neki a gólya síró tiszta űrt hoz, azt is csak addig, míg a csend fülel, s majd nem vágyik, és vágyat nem öl el. A síró tiszta űrtől nem tudott menekülni. Vallomása szerint meglehetősen mélyről jövök, idézem, ő természetesen, emlékezetem azt hiszem többször radikálisan törlődött. Sohasem vállaltam magammal szolidaritást. Inkább valami megvetés van bennem önmagam iránt, mert én nem is vagyok valójában, csak az írással kreálok valakit. Pedig hát akik 20-30 éve ismerjük, becsüljük, szeretjük, aztán a tanítványok százai, akik mondjuk meg kivételes gyöngétséggel és bizalommal vették körül, mind-mind integer személyiségként, megbízható tudósi és tanári kollégai karakterként tartottuk számon, belső védtelenségéről legfeljebb sejtéseink lehettek. A szüleit ért brutális, gyilkos rablótámadás sokja bárkit leterített volna. Szilárd a történtekből és a fájdalomtól évszázados vershagyományok és vallási képzetek analógiáival alkotott verskompozícióval, majd színpadi játékkal próbált szabadulni. A kifejezés többféle jelentésében, a kifejezés mindenféle jelentésében halotti pompával, meg a jövőt vállalva, családot alapítva. A szeretet asszonyért, a gyerekekért érzett felelősség az apa szerep egy időre valóban megacélozta erejét. Az Olasz Liszkai című drámája hősének a nem sokkal később meglincselt fiatal tanárnak szájába adja a mű elején: látjátok gyerekek, csuda szép a világ, alkonyodik és a nap aranyozza az ég peremét, sóhajt a rét, bár mordul az erdő, és ez az ország édenkert, még most is. Ám a derűs és jövőbízó futamoknak, ő így érezte, majdnem mindig könyörtelen cáfolatát adta a valóság. Az emberi kegyetlenség, ami kora ifjúságától gyötörte, talán attól kezdve, hogy életre szóló hatást tesz rá Franz Kafka regénye a Per, addig, hogy a holokauszt évezredek jelképévé szélesedik nála. A reménytelenség és az iszonyat kerekedik felül újra és újra, szeretteinek minden erőfeszítését, szeretteinek nem mindennapi erőfeszítéseit legyőzve. Ó, Szilárd, szavad, gondolatod, ha volt, az utolsó pillanatokban nem lehetett más, mint egykor a Golgotán elvégeztetett. És valóban el. Az itt maradottak számára pedig nem marad más, mint életedből, gondolati és költői teremtő akaratodból megőrizni azt, ami nélkülözhetetlen. Mert ennyiben megváltó a te halálod is, a gyilkos embertelenség ellen emel szót, akár úgy, hogy egyszerűen nem tud megbékélni a kegyetlenséggel együtt élő középszerűséggel. Te már túl vagy mindenen, Szilárd, ami még mindegyikünkre, bármelyikünkre várhat. Sorsod pedig a kivételes tehetség kockázatát hordozta,
a versmértéken biztonságuldó költő a gondolatok penge éléről lezuhan. Így történt. Neked pedig most már nem lehet versed jósigéje szerint csak igaz szavad, jó leszel, erős, békés és szabad, vendég, múlt és jövő asztalainál. Kiadatlan terhet cipelt. Fogalmunk nem lehet, hogy mekkorát. Hiába áltatjuk magunkat avval, hogy értettük, csak ő látta valódi mélységében önön belső poklait. Nem osztotta meg senkivel, magára zárta a fájdalmait, burkot teremtett a kínból, hogy egyedül harcolja meg, ami rám éredett. Inkább remek művekké transzponálta őket, mintsem hogy személyes démonjaival nyomassa aggódó barátait. Jól elaltattál minket, Szilárd. Nem vettük észre, hogy nem megy tovább. Hogy nem segít az se, hogy megírod. Hogy a teher irgalmatlan súlya megrogyasztja a térdedet, és az átkozott rohadék psziché lehúz abba a mocsárba, ahonnan nincs többé visszaút. Áltunk alig néhány napja éjféltájban a Művészetek Palotája folyosóján, a közönség már elment, és azt mondtad alig hallható, sóhajszerű hangon a sokadszori kérdésemre, hogy nem, ne vigyelek el sehová. Akkor már tudnod kellett, oda, ahová te készülsz, nem vihet el senki kocsival. Tudnod kellett, az utolsó estedért véget épp. Tudnod kellett, hogy nincs tovább, hogy ebből már nem lehet felállni. Tisztán látszott az arcodon. És én ezt nem hittem el neked. Nem hittem el, drága ember, és most vihetem ennek súlyát örökségként én is. Nem hittem el, holott mindez konzekvensen következett abból, ami rád méretett, amiről a könyveidben szó van, amit ez a kurva élet kiosztott rád, vigyed. Megöleltük egymást. A lifttől még visszanéztem. Az volt a szemében, hogy szenvedés neki élni már. Vagyom világon egy kaszás, halál nevű nyilas puskás, nyilait futtatja, kaszáját jártatja, nyilait futtatja, kaszáját jártatja. Nagy haraggal megdühödött, játszadozik az fű között. Ódd magad, szép virágocska, ódd magad, szép virágocska. Te is csillag, virágocska, szép ajakú ábrázatocska, helyával szemeid, állított kezeid, helyába szemeid, állított kezeid. A kaszásnak nagy haragja, éltedet elragadja. Ódd magad, szép virágocska, ódd magad, szép virágocska.
Eljött hát a rettegett nap, amit minden ember várhat, mikor a halálra számva Jézushoz kiállt a szája. A végső szombat titkába pillanthattunk itt be, máma. Áldjon meg titeket is a szívünkben alvó Jézuska, a szombat királynő anyja, a megsebzett szép Mária, amíg alszik Jézuskája, szívünk titkos messiása. Ámen.